14. fejezet. Lépcső a mennybe. Oxta Bay, 1951. szeptember 25-e. Mi volt ez? Mi volt ez, öcsém? Mi volt ez? Mindegy. Vito így paranormal activity-zette sor, de csöng a telefon, vegyük fel a telefon, paranormal activity Vito barátom. Ebben ne ajtónyítás, Csak dzsúvás telefon. Több hónapja halott Máté, de a telefon még mindig csúvás. Ja igen, ma kell törleszünk Brunónak, igen, azt majdnem elfelejtettem, hogy mi történt az előző fejezetben. Henry, most már te is pólival karölt a sírsz a felhőben. Nem feledünk el, Henry, tényleg. Amíg egy kínait meglátok az utcán, megölöm. Fehér lesz belőle a sárgából? De. Én sem vagyok vicces angolodban, Joe, úgyhogy igen, velem ne kötözködjél, mert te is sovány leszel, kövér léted. Ide érsz még, vagy nem? Mindjárt betörít a ablakon. Jöttem. Jó van. A fegyver, bocs, sarkán, az egy gyuszi bácsit, hogy nem ütötted le, mint én. Na, első eszünk, mert így keltünk, hogy sárga csík. Hát mondjuk, ha Máté ágyába feküdnék, akkor nekem is sárga lenne, biztos a csík. Eszünk egy kollát. Ablakot kinyissam, ami mindig büdi van. Jó van, ott viszik a krumplit. Jó. Ajt szekrény. Mibe menjünk? Akkor most öltönybe megyünk. Most valami munkát kell csinálnunk. Megyünk öltönybe. Melyik öltönybe menjek? Annyi van, mint az állatot. Annyit loptam. Ez jó lesz, ez a kék. Gyönyörű kis kék öltöny. Nagyon jó. Very good. Very good. Vagy inkább sötét kék öltönybe legyünk. Ugye megnézem. Hát nem is tudom. Jó lesz a világos kék öltöny, jó lesz. Ez meleg van. Kicsit világosabbba szeretnék lenni. No, kérem szépen, szeptember 25-e van, ugye már azt olvasva szeptember 25-e van. Jó van. Nem tudom miért jelentős most ez a szeptember 25-e, de valami most nekem ez megfogott, ez a szeptember 25-e. Itt vagyok! Vak! Hangja. Ó, hát jó kocsi, de nekem már egy pár kapterrel ezelőtt volt ilyen kocsim. Mennyit itt át érdemes, te Joe? Még a krotyóvizet is kiittad, mi? Jó, nem haragszunk te rád, de kicsit lejjebb veszem itt a hangerőt. Mert mostanában azt mondják, hogy kicsit hangosabb a játék. A Mafia 2 nem panaszkodtuk, hogy hangos lenne, úgyhogy nem tudom miért ennek vettem le a hangerét, ne törjük össze az autót. Autó. Jól van, nem tudom össze az autót. Jaj! Hú, de megijedtem. Hú, és Mr. Robin Counter-Strike-ozik. Bum, 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 teljes kocsi, bum. Na, mit kell csinálnunk? Mit mondott Edu? Hogy ott voltunk kínai negyedbe tegnap? Ó, én nem voltunk kínai negyedbe. A kínai negyedbe, van Empire-ben kínai negyed, én nem tudom. Nem tudok róla. Régóta keresték már a fickót, most bukkantak fel rá. Milyen fickó? A tanúvédelem alatt van valaki? Ha? Elárulta a fickó családját az FIB-nek. Na várjam, vagy FBI-nek. FIB az a G5-ben van, és a GTA-ban. Mondott a tanúvédelem alatt van. Jaj, ki lehet az? Te vagy az? Ki lehet az? Jó, van, elvállaljuk, mert kell a pénz. Ugye most kell fizetnünk a Bruno-nak, mert különben nekünk se lesz kezünk. Na. Harry, halott. Ő már nem segített nekünk. Kínaiak halottak, és mondjuk most hiszem el, hogy Harry bűn izé volt, rendőr. Okay, nem volt it. Harry rendőr. Egy FBI-os. Mondom, nem volt a... Másról kínai van Empire Bay-ben, kínai ember, nem is láttam én. Nem tudom, én úgy hazudok Eddie-nek, mint anyámnak hazudtam. Hogy talk to him, papalado, mindig azt mondom, beszélek vele. Azt aztán beszéltem is vele. Úgyhogy nagy hazugságot nem mondtam, de eleget hazudtam. És még nem töltem is össze a kocsit. Classic Central Radio. Nem nagyon hallom a zenét, de bőven elégséges. Gyönyörű zenék vannak a Mafia-tól, azt mindig ezt tudom csak mondani, de sajnos az a copyright miatt nem merem hangosabbra venni, mert tuti észre az. A Mafia 2-nél nagyon rezeg a léc. Na vajon a rendőrség mit szól ahhoz, hogy
jó kis kocsit adott neked Eddie, Joe. Te mindig csak úgy váltogatod a kocsikat, mondom azt, mint a nőket, de hát mindig az örömlánya vagy egy már nem tudom hány év, úgyhogy lányok terén nem vagy jártas, úgy látom, örömlányok terén se. Na mindegy, azt hiszem, hogy közeledünk jó kis kettes házak felé, lelőjünk egy macskát, aki elárult a családját. Sose lehet tudni? Kíváncsi vagyok tényleg. Anyád picsája! Komolyan mondom! Hogy mindig az a ilyen rendőrségből áll meg az egész maffia ki? Na. Na, rázzuk őket, fizesse a hóhér. Majd fizetünk majd mi Bruno-nak, ha nem, akkor meg majd elvágja a fejünket. Na. Pátulák, tűn, hongon, let go. Már megint a teljes kocsi. Mennyi teljes kocsi jár? Nem fő meg a te. Ilyen tök meleg. Don't let go. Pumpán, pumpidupapum, rád át kell öltözni, na mindegy. Vigyázzunk, elbetű, óvatok. Jaj! Emlékszem, mit kell mondanom, Még jó, hogy itt már nem annyira haragszik a rendőr, hogy átöltünk a piroson. Itt is vagyunk. És még jó sávba is jöttem. Na! Mr. Angelo? Yes? Mr. Salieri sends his regards. A kurva anyád élődte le, Joe. Tommy Angel, bazdmeg. Most ebben egy percben olyan síri csendben voltam, hogy még soha életem, videós életemben soha nem voltam ennyire csendben ebben egy percben. Mi a rákéket lelőni? Na! Szóval akkor egy kis Mafia 1-et belecsempésztek a Mafia 2-be. Most már tudjuk, hogy ki ölték meg Mr. Angelo, Tommy Angelo, ugye a Mafia 1 főszereplőjét, akivel mindig nyomom mostanában a Free Extreme szabadpályát. Nem hiszem el, komolyan mondom, most itt a FBI meg a rendőrség is a nyakunkon. Basszátok meg komolyan vitószkelettel, hogy nyomorik, amit direkt fel is adta ezt a kék öltönyt, hogy ugyebár ott a Mafia egy végén kék öltönyben volt a Vito, a Joe meg azt hiszem olyan világos zöld barnába, de hát most látszik, hogy a hülye ingyében van mindig. Na mindegy, komolyan mondom, leszarom. De ez olyan hülyeség, hogy ugye, ez olyan hülyeség, ezt jól elmondtam. Amúgy is most 51-ben járunk, Tommy 1900-ban született, 51 éves, így nézett ki, mint a 70 éves, 2. De olyan helyre költözött, olyan helyre vitték a FBI-osok. FBI, le van tartózva! A FBI-osok Tommy Angelot, ahol tudják, hogy három maffia család is van ebben a kisvárosban, olyan helyre viszik tanúvédelem alá, gondolni való volt, egyszer csak rájönnek. Meg a harmadik az, hogy mikor megkérdezték Tommy-tól, hogy Mr. Angelo? Nem azt kell volna mondani, hogy yes! Nem ismerem, vagy valami ilyesmi. Hála abból, ha már tanúvédelem alatt vagyunk, akkor már más a nevünk. Nem tudom, Angel, mit tudjam én De nem Joe Barbaro, mert az csak a köcsögöknek van olyan nevük. Nem tudom, na, Leslie Nielsen. Nem azt, hogy yes. Akkor elvileg nem tudják, hogy ki vagyunk, mert Tommy-ról nem tudja, Tommy Angel-ról hívták annó. Hát alapból beszélt, locsolócsővel így gyorsan leslaggoltam volna Vitor meg izét. Joe-t, hát jó van, ennyit a Mafia 1-ről. Én kicsit most is katarzisba estem, hogy lelőtték Tommy-t, és megkaptuk Eddie-től a 3000-et, most már Eddie odaadta Joe-nak a 3000-et, köszi, majd visszük Bruno-nak. Hát ez eléggé engem szívem ütött megint, hogy mindig köröz rendőrség. Ez engem megmondom megint őszintén, hogy eléggé szívem ütött. Ezek a köcsögök nyílták ki Tommy-t. Jobban bírom Tommy-t, mint mindig, mint az a Vito-t meg a Joe-t. Vito-t bírom, de Joe... Jó, Joe-val sincs semmi, főleg a Joe Adventures DLC-be bírom, de... Jó van. Majd megkapjátok a méltó büntetéseket, mindannyian megkapjátok a méltó büntetéseket ezért. Na. És Tommy is megkapta a méltó büntetését. Mr. Salieri. Lesújtott. És Mr. Salieri, mondom, hogy nem végezték ki, mert rosszul fordították, nem a fő ennyi a fordítók.
biztos életfogytinglat kapott Mr. Salieri. Tehát ugye börtönben tudott hepciáskodni, mert italozni lehet. Hát Mr. Salieri szerintem még túlélni a Mafia 3-ot is. Na. Oda ki tudnánk már tenni Joe? Mert komolyan mondom, mindenhol csak rendőr van. Azt se igaz, hogy ennyi el csak a rendőr van. Hagyjuk már a hőséget. Na hát Tommy Angelo jó sokáig kibírt a Mafia 2-t azért. Jaj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 
járjon rendőr, nem már! Ó, Istenem, hogy komolyan mondom, hogy nem lehet rendesen játszani! Jó, az így, szállják ki fel, itt a kocsid. Na. Ez a kocsi meg már én kocsim. Jó, az honnan szüljek pénzt? Menjünk el, izé, öröm lánynak. De pár óra hosszánk, mindjárt lemegy a nap, hol a nap? Most már nem csak Póli, Henry, most már Tommy is ott csír a felhőn. És kaptunk egy achievement pontot. The Mafia never forgets. Play a visit to an old friend. Egy régi barát. Az egy régi barátot meglátogattunk. Meglátogattunk egy régi barátot. Az mit akarom, hogy az a ninja kölyök? Tényleg, mit akar a ninja kölyök? Nem is látom még ilyen zöld ikont. Ez mit akar? Ja, hey, hey, Joe meg ott cigizik, mikor köröznek minket. Joe! Kösz a segítségem megint pajtás, te igazi barát vagy. Azt kívánom engem is, mikor locsolom a dudvát, új lőjél le, mint most Tomit lelőtte. Legalább nem Vito lőtte le. Nem ő a gyilkos. Tommy Angelo gyilkosa. Tökölj már meg! Most jönnek hazafele szaráék, ugyebár már nem a kisjánya, mert azóta már a kisjány is van be. A 35-ben született, dögölj már, most akkor mondom. A kisjány is már van, vagy 21 éves, azt hiszem jó számot, hogy hirtelen. Annyi se? Na! Jó, mi a szar? Mi ez? Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Mi ez? Ha hanyan lettünk? Sara meg Tomi lánya, hány éves? A 35-ben született, 10... Mi? Jó tudom úgy számolni. 16 éves. Hát mi most jön felem a középiskolába hazafel, azt az apja meg ott a... Nem is az, hogy apja meghalt, hát közben meg a víz meg folyik a locsolócsőből. Hát mennyi víz számla lehet az? Na mindegy, jól van. Gyerünk. Menj el Derekhez. Jaj, Mr. Pappalardo, talk to him, Vito, talk to him. Addig főzök csirke húslevest. Jó van, akkor menjünk a kikötőbe. Azok a régi szép idők. De itt átöltözök. Mert akkor beugrok. Jaj, de lőnek. Beugrok Harryhez is. Hogyha már ugye előző részben is beugrott a Harryhez, de sajnos az elveszett az ott is. Valami jó kis öltönyt adjatok már, ilyen rózsaszín, nem most rózsaszín. Nem az, hogy most vigadok, mert minden, hogy Tommy Angelo meghalt, de hát mi nem ismertük. És pont itt a rózsaszín öltöny, nagyon jó. Ing is van, de nekem rózsaszín öltöny kell most. Nagyon jó. Most még fizetek is. Hú, de szép vagyok. Sukker. Sukker csávó. Na, boah. Takarodjál meg kifele. Jó, akkor irány Harry. Most megint eszembe jutott Harry, hogy ő egy nappal hamarabb meghalt, mint Tommy Angelo. Tommy Angelo túlélte Harry Tomasinot. Jaj! De lehet, hogy túlélte, nem? Mármint Tommy. Igaz, kim volt a bele egy kicsikét, de... Jaj, kocsit még körözik. Na, közben megírtak. Pill. Visszatértem. Harry beengedhetett volna, míg oda voltam, de nem engedett még be. Na mindegy, akkor... Várj, bárig, és gyerünk már úgy voltam, hogy így kell bejönni. Gyorsabban már nem jön a... Na. Na, kérem szépen. Bevásárolok mindenből. Még nem kéne úgy vásárolgatni, mert nem is tudom, hány ezret kéne visszaadni Bruno? Elfelejtettem. Mindegy, majd megkérdem Harrytől. Ja, hogy meghalt már. Beadtam, hogy megkérdeztem tőle. Veszünk minden, nem baj, majd lesz biz. Majd lesz valahonnan, nem tudom honnan, de lesz. A Derek biztos ad valami jó munkát. Tehát gránátot is veszünk, ezt is. Lószer. Akkor mindent vettem, ugye? Jó van, akkor kormányzó. Ez úgy néz, mint ki kormányzó, nem?
Ja, Thomson, várni kell őszert. Na, most akkor tadi vagyunk. Pénzügyileg nem. Most két, tényleg most van 4710 dollárom, még azt jó megkeresek 4710 dollárom, és oda kell adni a zsidónak. Mert nem ez a zsidó, de akkor is menne, nem, hát ez mindig itt könyököl. Na, támaszkodik. Jól van. Hol a kocsim? Ja, itt a kocsim. Ezt azért megtartom. Ajtó van, mire? Biztos nem én, szakítottam le így. Hát nem igaz, van megint rendőr. Hol egy ilyen jármű bót? Itt van. Mi? Milyen wanted? Milyen wanted? Takarodjatok most meg, komolyan mondom. Milyen wanted? Hát nem hiszem el. Komolyan mondom, hogy nem lehet ebben a retkes játékban rendesen játszani. Hogy a rohadás álljon belétek, hogy a keselyű játszon a Empire Bay rendőrség személyével. Komolyan mondom! Jól van akkor, így játszunk. Akkor nem kell egy tuning, mert minden, de akkor is feltuningolom, akkor most itt megyünk. Ez jó, üssünk el 20 embert a rendőrség hibájában, nem? Ez az, valami mafiózót ütöttem el, biztos már jönnek a 200-an. És nem fogom a rózsaszín öltönyvet levenni. Akkor a rózsaszín öltönybe így nyomom. Körözés alatt, komolyan mondom. Hát ez milyen hülyeség volt már megint. Az igen, meg keresztbe áll. Alagútba, nem életveszélyes, nem döglünk meg 100. Szor! Hello, Lacika. Hello. Csak kicsit égesső, tudod? Jaj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 
kurva. Tuti, meg is halok. Láttam, nem tudok már elmitteni, most ha lejön a tabot, meghalok. Vége! Ezt a büdös mindenit, hát láttam már, hogy baj lesz. Azt, ebbe is belemegyek. Nagyon jó, minek, az is. De ez az olyan szabálytalan, hogy ez nem igaz. A kanyarba nem is tudom hány méter, meg kell hagyni, ott nem is lenne parkolni, szabad. Ez jó elmúlt, ez... Kezd a Mafia 2 azt csinálni, mint a Mafia 1, hogy mikor közeledtünk a játék végéhez, szívózott velem, de nagyon. Na, még mindig ott áll a kocsán, nem? Ezt a büdös már! Na! Az is árkon bokron elmegy. Na, jön egy, még egy kocsi jön. Istenem. És meg jön még egy, ez olyan hülyeség a Mafia 2-ben, hogy beleraknak 20 rendőrt! Egyszerre! De ez volt az első résznél is. Rendszámváltás, ez feltétlenül. Az lesz a neve. Tommy tiszteletére. Hogy Tommy. Ezt jól elmondtam. Hát biztos nem az, hogy Luigi. Após. Vagy szara a feleség. Tommy. Tommy. Tommy így. Tommy. Nem Tommy. Jönizé. Magyaros név. Tommy. 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 Úgy gyerekek, hogy gyorsabban ez sem menne. Akkor sietne itt a egyszeri gamer. Remélem ez a kocsi azért megmarad. Ez igen, nem kell Bruno-nak a pénz. Költsük az összes pénzt. Jó lesz, alaptuning, sporttuning. Nem, elég a alaptuning. Nem festjük újra, így a jó. Így a jó, így a szuper. Mafia egy vége nem is olyan ház volt amúgy, mármint utca, a Tommy Angel utcája, mint itt ennem mindegy, de... ezt nem hiszem el! Mindjárt elrium magam, hogy nem tudok kifordulni az... nem hiszem el! Tell me what you need, itt most voltam előbb, mit kell mondjam már megint, tell me what you need. És megint jön a kocsi. És már el tudok odáig elmenni? Nem, de ezt jól elmondom. El tudok a kikötőig menni úgy, hogy ne dögöljek meg. Bár nem azt, hogy ne dögöljek, mert nem haltam meg egyszer se. Úgy, hogy... De az a baj, hogy most a ruhám van levántidolva, azt most megint 500 rendőr itt járga utakon. Váltson a csatornát! Na, hé! Ó! Nem hiszem el, hogy megint összetört a kocsim!
Jó van, akkor így megyünk. Az is azt se tudja, most merre, mert szembesába jött ez, hogy honnan jött, be volt rúgva, hogy mi van. Kezdek nagyon ideges, idegesen, hogy ideges így a játék. Ezt megértem, hogy... Tökölj meg. Azt megértem, hogy egyszer-kétszer, jó, hát azért játék, de hogy mindig, ez most a szívózás. És hol, itt le kéne menni, vagy... Azt kell még ide. Le kéne menni. Itt biztos le kéne menni. Jaj, 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 júj, júj, júj! Nem hiszem el. Ennyi? Megint össze van szarasz itt töredezve a kocsim. És még köröznek is. Mi a kocsit is körözik megint? Dögöljetek meg. Mert hogy nem fogom átnevezni a Tommy kocsimat, az a Hodzier! És innen folytatom legközelebb, mert most már felhúzták a agyüzemet. Sziasztok!